Mielőtt imádkoznánk, szeretnénk pár gyógyulás történetével bátorítani önöket. Melissa a texasi Austinból írta, hogy az állával volt probléma, egy idő után alig tudott enni, beszélni, vagy csak kinyitni a száját fájdalom nélkül. Egyik nap az édesanyjával nézték adásunkat, amikor is Terry egy állal kapcsolatos problémáról imádkozott, és azt mondta, Isten most helyreállít. Melissa kinyitotta a száját, egy pattanást hallott, és azóta sem jelentkezett egy csöpp fájdalom sem. És nincs semmi problémája. Ellen Dél-Kaliforniából írta, hogy vese problémákkal született. 3 évesen végeztek rajta egy helyreállító műtétet, de az évek múlásával mély, állandó fájdalmat érzett a háta jobb alsó részén. Egyszer az adást nézve Gordont hallotta, aki valakinek a háta jobb alsó részén vese rendellenesség miatt jelentkező fájdalomról imádkozott, majd azt mondta, Isten most meggyógyította ezt a Jézus nevében. Amint Ellen megvallotta a gyógyulását, a fájdalom azonnyomban elmúlt. Azóta sem tért vissza. Dicsőség az Úrnak. Az Úr jó. Engedjük ma is cselekedni. Menjünk elé háladással. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt. Örvendezzünk és vigadjunk ezen. Ne felejtsék el, amit Jézus mondott. Amikor egy vakon születettet vittek hozzá a tanítványai, és azt kérdezték, ki vétkezett, ő vagy a szülei? Nagyon tetszik, amit felelt. Egyik sem. Azért van ez, hogy Isten dicsősége meglátszódjon. Tekintse úgy a saját problémáját, mint amin keresztül Isten dicsősége megmutatkozhat. Az előbbi történetben is láttuk, hogy Leszi arcáról Isten dicsősége sugárzott, mert felismerte, az Úr törődött vele. Igét adott, hogy meggyógyuljon. A 107. Zsoltár azt mondja, kibocsájtotta az ő szavát, és meggyógyította őket. De ki az ige? Az ige kezdettől Istennél volt, ő Jézus. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ma is megteszi, amit akkor tett, amikor a Földön járt. Most is gyógyít, most is szabadít, most is ő a felkent. Mi ránézzünk. Legyen ő a hitünk kezdője és bevégzője. Támaszkodjunk rá a kereszten elvégzett munkájára. Mert hogyha ezt tesszük, akkor megvan a szükséges hitünk. Most pedig gyakorolja hitét. Tegye a kezét oda, ahol gyógyulásra van szüksége. Terivel és a közönséggel egy akarattal imádkozunk. Tartsanak velünk ebben azok a nézőink is, akiknek nincs szüksége gyógyulásra. Akik egy akarattal gyűlnek egybe, azokra rászáll a Szentlélek. Ezért higgyünk, imádkozzunk, és támaszkodjunk rá Jézusra, és ő meg fogja tenni a többit értünk. Ezért tehát nincs más hátra, imádkozzunk. Urunk, eléd visszük a kedves nézőink szükségeit, és miközben a hitüket gyakorolva arra a területre teszik a kezüket, ahol gyógyulásra van szükségük, a Jézus nevében velük egy akaraton vagyunk. És Uram, kérünk téged, hogy töltsd ki rájuk a Szent Szellemet, a kezükön keresztül az adott testrészre, mi pedig a Jézus nevében megparancsoljuk, hogy gyógyuljanak meg, és legyenek teljesen egészségesek. Fogadják el a Jézus nevében. Valaki a bal lábára tette a kezét, visszatérő problémái voltak a harántboltozattal, az egész lábával és lábujjaival. Jézus nevében az Úr teljesen meggyógyítja, és azt érzi, hogy valami átfut rajta, és csodálatosan meggyógyult. Mozgassa úgy, ahogyan eddig nem tudta, és nem lesz vele többé problémája. Az Úr teljes gyógyulást és szabadulást ad. Egy másik néző a bal térdére tette a kezét, el volt törve a térdkalácsa, és ez visszatérő fájdalmat okozott, de Isten meggyógyítja most. Valakinél ízületi csúszt diagnosztizáltak.
Minden ízülete fájt, az ujjától kezdve a bokáján, térdén és a csípőjén át a válláig. Isten most meggyógyítja és megszabadítja. Emelje fel a kezét és adjon hálát. Valaki villódzó fényeket látott a levált retinája miatt. Isten most meggyógyítja Jézus nevében. Ámen. Ha az Úr megérintette, szeretnénk, ha beszámolna róla. A képernyőn látható címre írhat nekünk. Ma ezzel a zsoltárral búcsúzunk. Áldjad én lelkem az Urat, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet.